elállni, egyébként el tudna állni. Szerinted most lehet mondani, hogy a rendőrség direkt nagyobb ügyet akar ebből csinálni? Én azt látom, hogy a rendőrséget most utasította valaki, az itt lévő rendőröket, ők maguktól ezt nem találták volna ki, valaki utasította valószínű őket, el tudom képzelni, hogy Csányi vagy valamelyik segnyaló kutyája, és leszólt nekik, hogy ebből nagy ügyet kell csinálni, és példát kell statuálni. De ezt már észrevehették, hogy egy évvel ezelőtt sem tudták sem a Fricit, sem engem megfélemlíteni, a dolgok mentek ugyanúgy tovább. A dolog a megfélemlítésről szól. Ez arról szól most, hogy megfélemlítik az embereket. Lehetett volna a konvoj, de most már minden további nélkül mentünk volna már régen tovább. Meg is lett beszélve, hogy tovább meg is lehet, így van, tehát gyakorlatilag a rendőrökkel meg volt beszélve, hogy akkor beülünk az autóba, megyünk tovább. Erre most itt további, most már lassan egy órája itt állunk, és ez most már csak a rendőrségnek köszönhető, és az ő teszetosztaságuknak, illetve annak, hogy föntről mindenféle parancsokat osztogatnak. És milyen címen vitték el? Ez nem derült ki, hogy miért. Közlekedési bűncselekmény, így van akkor. Bocsánat, hogy Tőlünk meg elveszik még azt is, ami van. A jogai érelmények, a jogai érelmények, mert állni. Van a kosztiumot, hogy eltolatott a bűnőt, és tudtam a jogát. Ja, hogy csúnyul ez a bőzó! Hogy ez majd még lehet, ez még jöhet. A magyar anyáknál nem tudsz kifogni. Nem magyar emberül. De nem áll. A magyar anyák kifogni, hogy tart annak. Hozzátok vissza a Fricit! Csányit a börtönbe! Csányit a börtönbe! Csányit a börtönbe! Csányit a börtönbe!